Egy kérdés, ami gyakran visszatér, az az, hogy mi a helyzet azokkal a könyvekkel, amelyek nem találhatók meg az írásban, és gyakran, illetve hát előfordulnak a videókban, amiket láttok, említve, illetve néhány idézet belőlük, vagy azokra utalás. Mi a helyzet ezekkel, és mennyire megbízhatóak, mi is az, amit érdemes kutatnunk, mi is az, amit nem? Én azt javaslom mindenkinek, hogy elsősorban tanulmányozza azt, ami a 66 kanonizált könyve van, különösen a Tanakh részét, ami a Tora, a Mózes könyvei, proféták, illetve a Zsoltárok és példabeszédek. Ez az, amit a legtöbben elhanyagolnak és a legtöbben nem értenek. Ezután kezdje el tanulmányozni Máté, Márk, Lukács és János által írt jó hírt. Ez után kezdje el tanulmányozni csak, és értelmezni Saul, vagyis Pál leveleit. És mindenki értse meg azt, hogy a Mesiák idején, mikor az apostolok éltek, és a Mesiák, Jehusa végrehajtotta azokat a dolgokat, amiket végrehajtott, amikor ő élt, nem létezett az úgynevezett új testamentum, a Brit Kharasa. Nem létezett ez a könyv csoport, ez a gyűjtemény, mikor ő élt. Tehát ők ezt nem tekinthették úgymond Bibliának vagy Szentírásnak. Ez remélem, hogy világos mindenki számára. Még egyszer, lassan. Az úgynevezett új testamentum nem létezett, mikor a Mesiák a Földön járt, mikor a megváltó a Földön járt. Így ők nem, mikor az írásról beszélnek, ők nem gondolhatnak Mátétól jelenések könyvéig terjedő részre. Ők csak és kizárólag az úgynevezett Ótestamentumról beszélnek. Úgyhogy a kérdés mindenkinek fel kell tennie magában, hogy ha ők erről beszélnek ott és ezt használják, akkor vajon ma miért nem használja senki? Ha ők ott ebből tanítottak, erre utaltak, és ezt javasolták az embereknek, hogy ezt tanulmányozzák, mert ebben van az út. Akkor ma miért hívják ezt Ótestamentumnak, és miért nem használják, mikor abban az időben még nem létezhetett? A legkorábbi gyűjteménye a Jahu Máté leveleinek olyan 60 körül, 65 körül lehetett. Ez után voltak csak Saul levelei elérhetők. Úgyhogy akkor még ezek nem léteztek. Saul leveleinek semmi keresnivalója nincs a 66 kanonizált könyv között. Ezek levelek. Attól függetlenül, hogy én úgy gondolom, hogy Saul teljes mértékben támogatja a Tora parancsolatokat és a Mesiák hitét. Így egy nagyon hasznos íromány, azonban semmi keresnivalója nincs, és nem lehet egy lapon említeni a teremtő szavával és a Mesiák bizonyság tételével. És arra alapozni egy egész hitrendszert, amit ő írt, annak a félreértelmezésére ráadásul, az egy óriási hiba. Én még egyszer mondom, én teljes mértékben tudom, hogy Saul támogatja a Tora parancsolatokat és a Mesiákba vetett hitet. Így szerintem támogatja az Ótestamentumot és a Mesiák bizonságtételét is. De egy lapon említeni a Teremtő szavával, a prófétákkal, a Zsoltárokkal és a Mózesi könyvekkel, ez szerintem egy nagyon-nagyon ostoba hozzáállás. És arra alapozni tanításokat. Most visszatérve arra, hogy mi is a Biblia idézőjelbe téve. A Biblia maga a szó jelentése. A Biblia szó az a görög eredeti szóból ered, ha Biblia, ami szent könyveket jelent, vagy Biblion, könyvtekercs, Biblos, papír, papírusztekercs, Biblos, papírus gyártóváros neve. Úgyhogy ez maga egy könyvtekercset jelent, Biblia, ez a szó jelentése. Az, hogy mi az, amit ma elfogadunk, mint az ihletett és a teremtő szava, az pusztán megegyezés kérdése. Mindaddig, amíg valaki nem olvasta ezeket a könyveket, melyeket fel fog sorolni villámgyorsan, addig fölösleges véleményt nyilvánítani a róluk. Ez ugyanolyan, mint bármi más. Ha nem olvastam egy könyvet, vagy nem láttam egy filmet, nem beszélek róla, mert ostobának fogok tűnni. Valaki más véleményét
vagy hozzáállását, vagy elméletét pedig nem ismételgetem, míg meg nem bizonyosodok róla, mert ostobának fogok tűnni. És persze ez a mai világban nem fog feltűnni igazából sok embernek, de attól függetlenül én nem javaslom senkinek ezt az utat. Amit azonban javaslok az az, hogy ez például a képernyőn az 1611-es King James verziója az úgynevezett angol Bibliának, melyben mindenki láthatja, hogy az apokrif iratok 14 könyve szerepel, tehát 80 darab könyvből állt a 1611-es King James Biblia. És ami azt jelenti, hogy a mai 66-hoz még ez a 14 könyv is hozzá tartozott abban az időben. Úgyhogy az, hogy mi a Biblia, idézőjelben Biblia, a Szentírás, vagy az írás, az relatív, hogy ez a 66 könyv és semmi más. Mikor látjuk, hogy ez például 1511-ben nem volt igaz, hiszen akkor nekik ez 80 könyvből áll. Akit esetleg érdekel ez a 80 könyv, illetve az extra 14 könyv, egy részüket megtaláljátok a csatornán, mint hangos könyvet, úgyhogy csak meghallgathatjátok, ha jól emlékszem, nem kell elolvasni a Tobit könyve, Judit könyve, fent van, illetve nem emlékszem mindegyikre, de azt hiszem, hogy ezek biztosan, illetve vannak egyéb könyvek, amiről mindjárt szó lesz, amik szintén megtalálhatók, mint hangos könyvek. Én mindenkinek figyelmébe ajánlanám Hanok, vagyis Énok könyvét, akit érdekel a világegyetem, illetve annak működése, és egyéb háttérinformációk nem csak erről, hanem például az ellenségről, illetve az ő csapatáról, a végítéletről, de számtalan más dologról, ami nem szerepel az írásban. Nem mondom azt, sőt, ezek a könyvek, amikről ebben a videóban szó van, egyáltalán nem szükségesek ahhoz, hogy az ember eljusson az üdvösséghez, de aki valóban érdekel és extra információkat szeretne tudni, ezeket a könyveket én nagyon is a figyelmébe ajánlanám. Jásár könyve szintén egy ilyen könyv. Én ezt nem tartom annyira nagyszerűnek, mint mondjuk Énok könyvét, vagy a későbbiekben szó lesz a Jubilamok könyvéről, azonban ebből is rengeteg információ van, és ha már az ember olvas, akkor már érdemes inkább ezt olvasni, mint valami ostoba elméletet bármiféle filozófustól, vagy valamiféle egyháztól, nem is beszélve a világi dolgokról. Úgyhogy Jásár könyvével egy kicsit talán figyelmesebb lennék, de ez is hasznos. Azonban a Jubileumok könyve, vagyis a Jubal mindenképpen egy nagyszerű könyv, ugyanis bemutatja a kezdeti időket időrendi sorrendben, lehetővé téve azt, hogy rálátásunk legyen arra, hogy mennyi idő is telt el valójában a kezdeti időszakban. Ha nem tudok már pontosan, hogy mikor ér véget maga a krónika, de ha jól emlékszem, akkor még a 12 törzsről szó van benne, és az ő csatározásaikról, úgyhogy egy elég hosszú időt ölel fel maga a történet, és Noah, vagyis Noé mindenképpen szerepel benne. Úgyhogy egy nagyon hosszú időszak krónikája. És végezetül mindenkinek figyelmébe ajánlanám a holtengeri tekercseket, melyek számtalan módon erősítik meg a 66 kanonizált könyv üzenetét, mind a megváltót, mind a Tora követésének jelentőségét, az, hogy is van az út, mi is az, amit tennünk kellene, és azon kívül a naptár, a szokások, számtalan dolog, ami a név jelentősége, illetve maga a név is szerepel a holtengeri tekercsekben, a tetragrammaton, a jod-hé, vav-hé, szóval akik ez ellen küzdenek, azoknak is van információ. Úgyhogy ezek a könyvek mindenképpen hasznosak. Azt mondani, hogy ezek nem fontosak, vagy nekem erre nincs szükségem, vagy én ebben nem hiszek, vagy ez
ez eretnekség, meg ez egy ostoba hozzáállás. Főleg úgy, hogy nyilvánvaló, hogy az emberek túlnyomó többsége nem olvasta ezeket. Csak ismételgeti valaki másnak a véleményét. Az egy nagyon-nagyon ostoba hozzáállás. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy az ember eljusson az üdvösségre. Én azt mondom, hogy ha már olvasunk, akkor érdemes ezekkel foglalkozni. Ezeken kívül mellesleg én nem nagyon találtam olyat, amivel érdemes lenne foglalkozni. De ez az egyik, a másik pedig sokkal szélesebb rálátásunk lesz az írás üzenetére, hogyha ezekben kutakodunk, és szerintem ezeknek a túlnyomó többsége megbízható. Úgyhogy ezt akartam a Biblián kívüli könyvekről, melyek elfogadhatóak és hasznosak lehetnek. Én még most is azt javaslom mindenkinek, hogy kimerítően tanulmányozza a 66 kanonizált könyvet. Mikor úgy érzi, hogy neki szüksége van másra, és eljutott a megértésére annak, hogy a Tora parancsolatok követése és a megváltó hite, ahogyan azt a 66 könyv egyértelművé teszi, az út, az üdvösséghez utána kezdjen el kutakodni össze-vissza. Addig fölösleges, egyébként addig én Saul leveleit sem ajánlanám senkinek a figyelmébe. Úgyhogy minden könyv olvasásának megvan a maga módja, és ez általában a könyvek 100%-ánál az elején elkezdem, és haladok sorban, és befejezem a végét. Nem a végén elkezdem, elolvasok két oldalt, és bezárom a könyvet, és elkezdek arról beszélni, hogy én ezt értem, és az összes többi dolog az hazugság, vagy arra nincs szükség, mert én megértettem az üzenetét. Ilyen a világon nincs, és ez az írás, illetve az idézőjelben Biblia esetében is igaz. Úgyhogy remélem, hogy hasznosak találtátok, és a legjobbakat mindenkinek, és halleluja!